Az osztatlan intermédia képzés, egy mesterképzés, tehát 5 éves, egyedül eddig a Kézművészeti Egyetemen volt, és most nálunk is elindul. Óriási szükség van rá, mert azt tapasztaljuk, hogy a kortárs művészetben nem annyira a műfaji elkötelezettség számít, hanem sokkal inkább az, hogy milyen üzeneteket akarnak közvetíteni a művészek. Tehát, hogyha megnézzünk egy kortárs művészeti kiállítást, akkor azt látjuk, hogy műfajilag nagyon-nagyon sokszínű, mindenféle határterületekkel foglalkozó műalkotást látunk. Az intermédia pont ezt célozza meg. Ezért nagyon örülök, hogy végre nálunk a művészeti karon is lesz intermédia képzés. A kommunikációs média tudományi tanszékkel közösen indítjuk ezt a képzést, ami azért is nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen elsősorban természetesen a gyakorlati képzés, azért mégiscsak egy művészeti képzésről van szó, de emellett nagyon fontos szerepe van az elméletnek is. Ez azért is különlegesen fontos ezen a szakterületen, mert a kortárs képzőszerben egyre fontosabbak az elméleti diskurzusok is, és az intermédia művészek jellemzően tájékozottak ebben a kérdésben, tehát ez egy nagyon-nagyon jó együttműködést jelent, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mind a két intézmény az erősségét tudja belevinni a képzésbe. 4 ilyen nagyobb eltérő vonalat próbáltunk meghúzni. Művészek, társadalomtudósok, médiakutatók dolgoznak együtt, és hát ezt a projekt alapú szemléletmódot hogyan lehet ezekben mondjuk így képviselni vagy elhinteni. És hát ez a 4 irány azért ez egy nagyon gyakorlati vonatkozásban is nagyon izgalmasak. Az egyiket úgy fogalmaztuk meg, hogy ez a városi aktivitások. Ugye ebben rengeteg minden belefér, akár csak a hagyományos, idézőjelben mondom, ilyen köztéri művészettől kezdve, ugye ezek a public art, street art, és hát lehetne itt sorolni, egészen a közösségi művészetekig. De ugyanígy belefér ebbe, hát egészen sajátos szemléletmód is. Hogyan lehet egyáltalán a városról gondolkodni? Egy másik ilyen irány az is nagyon izgalmas, hogy mennyire felértékelődött mondjuk itt az elmúlt néhány évtized alatt akár a populáris kultúrának a fogalma, vagy annak a különböző olvasatai, és hát ez lenne megint egy másik, hogy nem csak kizárólag ugye ebben a magas művészeti közegben gondolkodunk, akkor van nyilván egy új mediális közeg. Hát ez egy rendkívül szintén gazdag tárháza annak, ahol hát egy mediális művészettel foglalkozó alkotó ki tudja magát fejezni. És a 4. ilyen pillér az pedig hát egy ilyen médiaarcheológia lenne. Az elmúlt korok, a halott médiumoknak a tanulmányozása. Gyakorlatilag egy 2 napos kvázi workshopon fogjuk megmérettetni a felvételizőket. Nem veszük figyelembe a hozott pontszámokat, csak az otthon elkészített portfólió, illetve itt a felvételi beszélgetés során kialakuló valami fajta véleményekre vagyunk kíváncsiak, illetve itt lesz egy adott feladat, amit meg kell oldania majd a felvételizőknek.